Több ellenzéki képviselőjelölt is birkákhoz hasonlította a magyarokat, illetve a nyugdíjasokat azután, hogy a kormány bejelentette, 9000 forint értékű rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok. Az ellenzéki összefogásban most aktívan résztvevő Jobbik volt elnöke is sértegette a nyugdíjasokat korábban. A Fidesz helyi szervezetei most bocsánatkérésre és visszalépésre szólították fel az érintett jelölteket. A magyar népnél nincs birkább nép a földön, ezt írta ki közösségi oldalára a Momentum székesfehérvári jelöltje. Várnagy Emese a magyar egészségügyi ellátást bíráló posztjában arról értekezik, hogy az egészségügy elsorvasztását a magyar emberek behúzott nyakkal nézik végig, örülve a 9000 forintos Orbáni ajándéknak, vagyis a nyugdíjasoknak járó rezsiutalványnak. Várnagy Emese már korábban is gúnyolódott az idős embereken. Néhány héttel ezelőtt például ezt a bejegyzést tette közzé. A videón az a felirat szerepel, amikor olyannal vitatkozol, akinek nincsenek észérvei. Várnagy Emese ezt úgy kommentálta, én is ezt érzem, amikor néhány Fidesz hívő idős emberrel próbálok szót érteni. A Fidesz helyi szervezete úgy reagált, a Momentumos képviselőjelölt már többször tett a választókat lenéző, megalázó kijelentéseket. A legutóbbi, a magyar népet birkákhoz hasonlító posztja miatt pedig visszalépésre szólították fel. Nem Várnagy Emese az egyetlen ellenzéki jelölt, aki hasonlóan nyilvánult meg a napokban. A birka hasonlatot használta a nyugdíjasokra a DK Komáromi önkormányzati képviselőjelöltje is. Az Origó beszámolója szerint Balla István közösségi oldalán azt írta, csökkent a birkahús ára, már csak 9000 forintba kerül egy szavazat. A komáromi Fidesz közleményben tiltakozott és bocsánatkérésre szólították fel az eset miatt az ellenzéki pártokat. Az ellenzéki összefogásban most aktívan résztvevő Jobbik volt elnöke, Vona Gábor is sértegette a nyugdíjasokat korábban. Facebook oldalán többek között azt írta, a nemzeti ünnepeken ma már rendszeres eseménynek számít, hogy a hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, trágárul ordibálnak, és felhörgik a 20. század minden traumáját. Egy dunaújvárosi utcai fórumra pedig úgy emlékezett vissza, hogy szinte 2 percenként látott olyan nyugdíjasokat, akik idézem, húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt. Nem szokott a szememből gyűlölet sugározni, de most egy kis harag és sértettség ön iránt, igenis. És a szenny se ömlik a számból. Akkor többen is felháborodtak Vona Gábor szavain, a nyugdíjas szervezetek pedig bocsánatkérésre szólították fel. Nem ez volt az egyetlen hasonló botránya Jobbikban. Ezek tényleg élő, hülye nyugdíjasok, akik ott ülnek és egész nap ezt várják. Farhát kommandónak és hülyének nevezte a nyugdíjasokat a Jobbikhoz köthető Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, egy az évelején kiszivárgott hangfelvételen. A gondolatmenethez pedig kapcsolódott a Jobbik országgyűlési képviselője, Z. Kárpát Dániel is. A Fidesz frakcióvezető helyettese a DK-s képviselőjelölt szerdai birkahúsos hasonlata után azt mondta, minden nyugdíjast megillet a tisztelet, párt szimpátiától függetlenül. Szerintem rendkívül méltánytalan, hogy a nyugdíjasokról így beszéltek. Alapvetően hasonló a Bangóné patkányozásához, azt sem minősíteném, mert egyébként minősítetetlen mind a két eset. Sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten. Korábban az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó válaszolta ezt az ATV-ben, amikor arról kérdezték, hogy szerinte miért nő a kormánypártok támogatottsága.